Malcolm Gladwell Fordulópont Ahol a kis különbségekből nagy változás lesz. A klasszikus amerikai, könnyű, krepkaucsuk talpú hasított bőrcipő a Haspapi számára a fordulópont valamikor 1994 vége és 1995 eleje körül jött el. Addigra a márka már haldoklott, a korábbi csak nem félmilliós mennyiségekről mindössze évi 30 ezer pára csökkent az értékesítés, és ez is többnyire Isten háta mögötti üzletekben és kisvárosi családi boltokban kelt el. A háspapit gyártó Wolverine már azon gondolkodott, hogy megszünteti a gyártását, azért a márkáét, ami egykor híressé tette őket. De akkor valami nagyon furcsa dolog történt. A haspapi két felelős vezetője, Owen Baxter és Geoffrey Lewis egy vásáron összefutott egy New Yorki szakemberrel, aki közölte velük, hogy a Manhattan belvárosában működő klubokban és bárokban hirtelen nagyon felkapták a haspapit. Ez a stylist állította, idézi fel Baxter, hogy a village-ben, a szoóban viszont eladók járják a man-pa üzleteket azokat a kis cipőboltokat, ahol még lehet kapni a háspapit, és felvásárolják a készleteket. Baxter és Louis először igencsak meglepődött. Nem fogták fel, hogyan lehetséges, hogy hirtelen újra divatba jön egy olyan holmi, amit egyszer már nyilvánvalóan divatja múltnak bélyegzett a világ. Azt mondták, maga Isaac Mizrahi is ilyen cipőt hord, mondja Louis, Hadd vajon be tisztességből, akkoriban fogalmam sem volt ki az az Isaac Mizrahi. 1995 őszére felgyorsultak az események. Először John Bartlett divattervező jelezte, hogy tavaszi kollekciójához szeretne felhasználni háspapi cipőket. Aztán egy másik menhetteni designer, Anna Sui is ilyen cipőt kért a bemutatójára. Los Angelesben Joel Fitzgerald divattervező a háspapi márka szimbólumaként szolgáló borzebb négy méter magas felfújható figuráját applikáltatta Hollywoodi üzlete tetejére, és egy szomszédos művészeti galériát rávett, hogy alakuljanak haspapi butikká. Még az üzlethelyiséget festette és a polcokat rendezte, amikor P.V. Herman színész sétált be, és kért három pár haspapit. Ez az egész szóbeszéd útján terjedt, idézi fel Joel Fitzgerald. 1995-ben a cég 430 ezer darabot adott el a klasszikus haspapi cipőből. A következő évben négyszer annyit, a rákövetkező évben pedig még annál is többet, míg nem a haspapi ismét a fiatal amerikai férfiak ruhatárának alapdarabjává vált. 1996-ban a divattervezők tanácsa a haspapinak ítélte a legjobb ruházat kiegészítő díját. A Lincoln Centerben a cég vezérigazgatója Kelvin klein és Dana karen egy színpadon állva olyan eredményért vette át a díjat, amiben ő lett volna az első, aki ezt nyíltan elismeri, a cégének szinte semmi szerepe nem volt. A háspapi hirtelen robbant be a piacra. Az egész az East Village-i fiatalok kis csoportjából indult ki. Hogyan történt? Az első néhány srác, akárkik is voltak, nem igyekeztek szándékosan reklámozni a haspapi cipőket. Pontosan azért hordtak ilyet, mert ilyet senki más nem hordott. Aztán a múló szeszét felkapta két divat tervező, akik azért használták ezt a cipőt, hogy valami mást, valami egyénit kínáljanak. A háspapiból haute couture lett. A cipő, hogy képzavarral éljünk, véletlenül futott be. Senki nem akarta a házpapit divatba hozni. Mégis valahogy pontosan ez történt. A márka átlépett egy bizonyos pontot a népszerűségben, és a minőség mennyiségbe csapott át. Hogyan jutott el egy 30 dolláros cipő egy-két különbözni vágyó menhetteni jazz a divat át minden amerikai bevásárlóközpontba mindössze két esztendő alatt? New York City reménytelenül szegény és elmaradott elővárosaiban, Bronxfieldben és East New Yorkban nem is olyan régen már alkonyatkor nem járt senki a kihalt utcákon. A környék kísértett városhoz hasonlított, nem lépdeltek a járdán a munkából haza sietők, az úton nem bicikliztek gyerekek, nem ültek öregek a parkok padjain. Brooklynnak ezen a részén a tiltott drogkereskedelem nyomán úgy elharapódzott a banda háború, hogy esténként a helyiek visszahúzódtak a lakások menedékébe. Az 1980-as, 90-es évek fordulóján Brownsville-ben szolgálatot teljesítő rendőrök mesélik, hogy akkoriban, amint lement a nap, azonnal megélénkült az ügyeletesek és a járőrözök közötti rádióforgalom, aztán órákig más se lehetett hallani, csak ahogy egyik veszélyes és erőszakos bűncselekményt a másik után bejelentik. 1992-ben New York Cityben ben 2154 gyilkosságot és 626182 súlyos bűncselekményt regisztráltak, és a legsúlyosabb bűnöket éppen brownsville és East New Yorkban követték el. De 1992-ben valami nagyon furcsa dolog történt egy titokzatos kritikus ponton a bűnözési ráta kezdett megfordulni. Öt éven belül a gyilkosságok száma 64,3%-kal 770 esetre csökkent, az összes elkövetett bűncselekmény száma pedig a felére 355.893-ra. Brownsville-ben és East New Yorkban újra sétáltak az utcán, újra megjelentek a bicikliző gyerekek és a padokon ücsörgő öregek. Volt, hogy olyan erős tűzharc hangjait lehetett hallani, mintha a vietnámi dzsungelben lennénk, mondja Edward Messedri nyomozó, a Brownsville-i rendőrkapitányság vezetője. Ma már nem hallani lövöldözést. New York City rendőrségének illetékesei azt mondják, egyszerűen az történt, hogy lényegesen javult a város rendőri rendfenntartói stratégiája. A kriminológusok a kokain kereskedelem jelentős csökkenése és a lakosság öregedése közötti összefüggésre hivatkoznak. A közgazdászok szerint azonban a javulás annak volt betudható, hogy a 90-es években New York gazdasága fokozatos fejlődésnek indult, és ennek hatására állást találtak azok, akik különben a bűnözés útjára léptek volna. Íme a konvencionális magyarázatok a társadalmi problémák megjelenésére és eltűnésére, ám végső soron egyik sem kielégítőbb, mintha azt mondjuk, hogy a haspapi az East Village-i fiatalok révén jött újra divatba. A kábítószer kereskedelemben, a népességben és a gazdaságban bekövetkezett változások mind hosszú távú trendek. Az egész országra érvényesek. Nem adnak magyarázatot arra, miért volt sokkal magasabb fokú a bűnözés New York Cityben, mint az ország más városaiban, és azt sem magyarázzák meg, hogy ilyen arányú visszaesés hogyan következhetett be ilyen rendkívüli rövid idő alatt. Ami a rendőrségi munka javulását illeti, nos, természetesen ez is fontos. Ám igen, meglepő aránybeli eltérés van a rendőri jelenlét megerősítése, és a között, hogy ez milyen hatással volt Brownsville és East New York alvilágának életére. Hiszen a bűnözés nem úgy csökkent, nem fokozatosan, mint ahogyan korábban emelkedett, hanem hirtelen és rendkívüli mértékben esett vissza. Hogyan is hathatna oda néhány gazdasági és társadalmi mutató változása, hogy egy városrészben öt év alatt egy harmadára apad a gyilkosságok száma? A fordulópont nem más, mint egy gondolat, egy nagyon egyszerű gondolat biográfiája. A gondolat a következő. A legjobban akkor érthetjük a divatrendek hódítását, a bűnözési hullám emelkedését vagy csökkenését, vagy például ismeretlen könyvek hirtelen bestselleré válását, a kamaszkori dohányzás növekedését, a szájhagyomány útján terjedő álhírek hirtelen szétáradását és egyéb titokzatos mindennapi életünket átható jelenségeket, ha úgy gondolunk ezekre, mint a járványokra. Mint a járvány elméletnek nevezett teória kimondja, a gondolatok, a termékek az üzenetek és a viselkedés minták is úgy terjednek, ahogy a vírusok. A háspápi cipők divatjának feltámadása, a New Yorki bűnözés csökkenése ezek a járványkortan klasszikus példái is lehetnének. Bár úgy tűnik, nem sok közös van bennük, alapsémájuk mégis azonos. Először is mindkettő a ragályosság tiszta példája. Senki nem adott fel hirdetést, senki nem mondta az embereknek, hogy a hagyományos haspapi most éppen kúl, cool, hogy mindenki kezdjen ilyet hordani. A srácok önként húzták a lábukra, ha a klubba vagy a kávézóba indultak, vagy csak egy sétára New York belvárosában, hogy köszemlére tegyék, hogy nekik is ez tetszik. Megfertőződtek a haspapi vírussal. A New Yorki bűnözés hanyatlása is egészen biztosan ugyanígy történt. Nem arról van szó, hogy 1993-ban potenciális gyilkosok tömege egyszer csak felébredt álmából és elhatározta, hogy nem követel több bűnt. Nem is a rendőrségnek sikerült csodálatos módon nagy számban beavatkoznia olyan helyzetekben, amelyek különben halálos kimenetelővé fajultak volna. Az történt, hogy néhány szituációban amelyekben a rendőrség vagy az új társadalmi erők valamilyen hatással bírtak, néhány ember másképpen kezdett viselkedni, és ez a viselkedés hasonló szituációkban valami módon átterjedt a többi potenciális bűnelkövetőre is. New Yorkban rövid idő alatt sok ember fertőződött meg a bűnözés elleni vírussal. A két példa abban is hasonlít egymáshoz, és különbözik más esetektől, hogy mindkettőben kis változásoknak volt nagy hatása. A New Yorki bűnözés jelentős csökkenése mögött marginálisnak mondható változások álltak, amelyek fokozatosan egyre nagyobb hatást fejtettek ki. A kábítószer kereskedelem visszaesett egy kicsivel. A népesség öregebb lett egy kicsivel. A rendőri intézkedések is hatékonyabbak lettek, és szintén csak egy kicsivel. Az összhatás mégis jelentős. Ugyanúgy, ahogy a háspapi esetében is. Hány srác kezdett ilyen cipőt hordani menhettem belvárosában? Húsz? Ötven? Legfejebb száz. Mégis ez a kis létszámú kört érintő cselekvés egy nemzetközi vélet divatrend egyedüli kiváltó okának látszik. S végül mindkét változás igen gyorsan következett be, nem fokozatosan és lassan. Nagyon érdekes, ha megnézzük New York City bűnözési statisztikáját, a 60-as évek közepétől a 90-es évek végéig a grafikon vonal olyan, mint egy hatalmas ív. 1965-ben 200 ezer bűnesetet regisztráltak a városban. A bűncselekmények száma ettől a ponttól kezdve meredeken emelkedik, két év alatt megduplázódik és szinte töretlenül folytatódik, míg nem a 70-es évek végére eléri, a 650 ezeret, aztán ezen a szinten marad a következő két évtizedben, majd 1992-ben ugyanolyan meredeken esik, ahogy 30 évvel korábban emelkedett. A bűnözés nem fokról fokra csökkent, nem egyenletesen lett egyre kisebb arányú, elért egy bizonyos pontot, ahol padlógázzal lefékezett. Ez a három jellegzetesség, a ragályosság, Kis változások okozta nagy hatás, és a nem fokozatosan, hanem egy bizonyos pillanattól kezdve, hirtelen támad gyorsasággal, a grafikonon meredek vonallal jelezhetően beálló változás, pontosan ugyanaz a három alapelv, amely meghatározza, hogyan terjed a kanyaró az iskolákban, hogyan támad az influenza télen. A három közül a harmadik a legfontosabb. Vagyis az, hogy a járványok egy meghatározható fordulóponton törnek ki és szűnnek meg. Ez az alapelv, amely értelmet ad az első kettőnek, és amelyből legjobban megérthetjük, miért történnek ma a változások úgy, ahogy történnek. A járványügyi szaknyelv híres fogalma: a tipping point, a fordulópont, azt a kritikus pillanatot fejezi ki, amikor egy járvány során hirtelen beáll a gyors és teljes változás. A járványok szabályai szerint működő világ nagyon különbözik attól, amilyennek ennek a mai világunkat látjuk. Gondoljunk egy pillanatra a járvány elmélet első kritériumára, a ragályosságra. Mit takar a ragályosság fogalma? ha a ragályosság szót halljuk, mindjárt megfázásra, influenzára, esetleg valami veszélyesre gondolunk, mint amilyen a hív vagy az ebola vírus. A ragályosság fogalmát nagyon specifikus biológiai jelenségekkel társítjuk. De ha lehet bűnözési járvány, divatjárvány, sok más dolog is lehet olyan ragályos, mint a vírusok. Gondolunk-e például e tekintetben az ásításra, az ásítás meglepően járványos tud lenni. Önmagában az, hogy az előző két mondatban olvasható az ásítás szó, valamint ebben a mondatban is kétszer, biztosan sok olvasó fog ásítani az elkövetkezendő néhány percben. Amint ezt írtam, magam is kétszer ásítottam. És ha valaki a metrón utazva olvassa ezt a könyvet, és ennél a résznél elásítja magát, nagy az esélye annak, hogy akik látták ásítani, azok is ásítani fognak, és azok, akik látták az ásítókat, akik korábban az olvasó embert látták ásítani, most szintén ásítanak, és így tovább. És az ásítás köre egyre bővül. Az ásítás hihetetlenül fertőző. Pusztán azzal, hogy leírtam az ásítás szót, sok olvasót ásításra késztettem és akik azután ásítottak, miután az olvasó embert ásítani látták, azok már megfertőződve ásítottak. És ez már egy speciális fajta fertőzés. Lehet, hogy akkor is ásítottak volna, ha csak hallják, hogy valaki ásít, mert az ásítás hallási ingerként is ragályos. Ha a vak embereknek játszunk le olyan hangszalagot, amin ásítás hallható, ők is ásítani fognak és végül, akik látták az olvasó embert ásítani, vajon gondoltak-e olyasmit, akár csak egy villanásra is, akár tudatalatt és halványan, hogy az illető esetleg fáradt? Gyanítom, hogy igen, ami azt jelenti, hogy az ásítás érzelmileg is fertőző. A szó egyszerű leírásával érzést közvetíthetek. Vajon az influenza vírus is képes erre? Más szóval, a ragályosság sokféle jelenség nem várt együttes hatása, és ezt feltétlenül szem előtt kell tartanunk, ha járványos típusú változásokat szeretnénk felismerni és diagnosztizálni. A járványtan második alapelve, hogy kis változások valamiféleképpen nagy hatást eredményeznek, szintén eléggé radikális elképzelés. Mi emberek erősen arra szocializálódtunk, hogy arányba állítsuk az okot és az okozatot. Ha erős érzelmeket akarunk kifejezni, például el akarjuk mondani valakinek, hogy szeretjük, tudjuk, hogy szenvedélyesen és őszintén kell beszélnünk. Ha rossz hírt kell átadnunk, azonnal lehalkítjuk a hangunkat és gondosan megválogatjuk szavainkat. Azt szoktuk meg, azt tanították nekünk, hogy ami bármely tranzakcióba, kapcsolatba vagy rendszerbe bemegy, annak közvetlen intenzitásbeli és dimenzióbeli kapcsolatban kell lennie azzal, ami kijön, vagyis az ok és okozat, következmény hatás, arányos. Vegyük például az alábbi rejtvényt, Adunk valakinek egy nagy ív papírt, és azt kérjük, hajtsa össze egyszer, aztán fogja ezt az összehajtott papírt, és még egyszer hajtsa össze, aztán még egyszer és még egyszer egészen addig, amíg ötvenszer el nem végezte a hajtás műveletét. Aztán megkérdezzük, mit gondol, milyen magas lesz az összehajtogatott papír. A kérdésre a legtöbben úgy válaszolnak, hogy gondolatban összehajtják a papírt, és azt mondják, olyan vastag lenne, mint egy telefonkönyv, vagy ha elég merészek, azt mondják, olyan magas lenne, mint egy hűtőszekrény. Ám a valódi, a helyes válasz az, hogy körülbelül olyan magas lenne, mint a föld nap távolság, és ha még egyszer összehajtanánk, kétszeres föld nap távolságot kapnánk. Ez a példa a matematikában mértani sorozatként, avagy mértani haladványként ismeretes. A járványok terjedése is a mértani haladvány elvén működik. A vírus a populációban való terjedésekor megduplázódik, és újra megduplázódik egészen addig, míg képletesen szólva egy papírlapnyi vastagságból 50 lépés alatt eléri a napot. Az embernek elég nehéz ezt a fajta haladványt hétköznapi észszel felfogni, mert az eredmény, a hatás igen aránytalannak látszik a kiinduló ponthoz képest. A járványok hatásának felbecsülésében félre kell tennünk az arányosságnak, az ok-okozati ok viszonynak ezt a fogalmát. Fel kell készítenünk magunkat arra a lehetőségre, hogy néha kis eseményekből nagy változások lesznek, és néha ezek az események bizony nagyon gyorsan következnek be. Ez a hirtelen változás lehetősége áll a könyv középpontjában, és talán ezt a legnehezebb elfogadni. A fordulópont, tipping point kifejezés először az 1970-es években terjedt el a köznyelvben, és azt a folyamatot jelölte, hogy Amerika északkeleti városaiban a fehér lakosság az elővárosokba költözött. Amikor az afroamerikaiak száma egy adott kerületben elért egy bizonyos pontot, mondjuk 20%-ot, a szociológusok hirtelen fordulat a járványszerűen jellemző kiköltözés jelenségét figyelhették meg. A még ott élő fehérek szinte azonnal mindahányan egyszerre elköltöztek a környékről. A fordulópont a betetőzés, a kritikus tömeg elérésének pillanata. Küszöbb forráspont. A fordulópont az erőszakos bűncselekmények esetében New Yorkban az 1990-es évek elején következett be, mint a háspapi cipőknél is. Megfigyelhető az új technológiák elterjedésének fordulópontja is. A Sharp cég az első olcsó faxgépet 1984-ben dobta piacra. Az első évben ebből az usa 80 ezer darabot adtak el. A következő három évben az üzlet lassan és egyenletesen növekedett. Egyre több készüléket adtak el, míg 1987-re már elég embernek volt faxkészüléke, hogy másoknak is megérje faxot beszerezni. A telefax készülék esetében 1987-ben következett be a fordulópont. Abban az évben egymillió készüléket adtak el, 1989-re pedig már két millió fax üzemelt. A mobiltelefonok esetében ugyanez az ív figyelhető meg. A 90-es években a készülékek kisebbek és olcsóbbak lettek. A szolgáltatás egészen 1998-ig javult, amikor a technológia elérte a fordulópontot, és hirtelen mindenkinek lett mobiltelefonja. Minden járványnak van fordulópontja. Jonathan Crane szociológus, az Illinois Egyetem kutatója azt vizsgálta, milyen hatása van a szerepmodellek arányának, annak, hogy hány szakember, ügyvezető tanár, tehát a népesség nyilvántartási adatok szerint magasabb állásúnak számító ember lakik egy adott környezetben, a környéken élő kamaszok életére. Nem sok különbséget talált a terhességi vagy az idő előtti iskola elhagyás tekintetében. A 40 és az 5 arányban magasabb társadalmi státusban élők lakta környékek között. De amikor a magasan képzett emberek lélek száma egy adott lakókörnyezetben 5 alá csökkent, a probléma robbanásszerűen jelentkezett. A fekete iskolások esetében például, ha a magas társadalmi státusú lakosság aránya a környéken mindössze 2,2 ponttal csökken, például 5,6 ról 3,4-re, az iskolából való kimaradás aránya már is több, mint a duplájára nőtt. Ugyanennél a kritikus pontnál a kamaszlányok, eddig a szintig szinte állandó gyerekszülési aránya közel megduplázódik. Intuitív alapon azt feltételezzük, hogy a lakókörnyezet jellege és a társadalmi problémák valamiféle egyenletes hanyatlást mutatnak. De van úgy, hogy a hanyatlás egyáltalán nem egyenletes. A kritikus pont elérésekor az iskolák egyszerűen elveszthetik a gyerekek feletti irányítást. A családi élet egy pillanat alatt dezintegrálódhat. Emlékszem, gyerekkoromban tanulja voltam, hogy a család még kölyökutyája először látott havat. Megdöbbent, gyönyörködött benne, teljesen átadta magát az élménynek, idegesen csóválta a farkát, beszívta a furcsa, pejes anyagot, nyűszítette a hó titokzatossága tapasztaltán. Nem volt sokkal hidegebb az első hóesésnek reggelé, mint előző este, plusz egy-két fok körül lehetett, reggel pedig mínusz egy fok volt. Szinte semmi sem változott mégis, és éppen ez benne a lenyűgöző, minden megváltozott. Az eső más formában ért a Földre hóformájában. Lelkünk mélyen mindannyian a fokozatok hívei vagyunk. Elvárásaink az idő fokozatos múlására, a folyamatok fokozatosságára vannak beállítva. Ám a fordulópontok világában az szokatlan megszokottá, a váratlan várhatóvá válik. A radikális változások igenis lehetségesek, várakozásaink ellenére bizonyosságként hatnak. E radikális gondolat kifejtése során elviszem az olvasót Baltimoreba, hogy tanulmányozhassuk a városban kitört szifilisz járvány természetét. Három nagyszerű embertípust mutatok be, a sokat tudókat, mavenek, összekötőket és ügynököket. Ők kritikus szerepet játszanak az ízlést, trendeket és divatot meghatározó szóbeszédjárványok járványok kialakulásában. Elviszem az olvasót a Szezám utca és a Blues Clues világába, és ahhoz az elragadó emberhez, aki közreműködött a Columbia Record Club létrehozásában. Mindezt azért, hogy lássuk, hogyan struktúrálhatják az üzenetek a befogadók világát, hogyan fejthetik ki a legnagyobb hatást a közönségre. Bepillantást kaphatunk egy délvéri high-tech cég életébe, hogy beszélhessünk arról, milyen fordulópontok hadnak a csoportok munkájában, és ellátogatunk New York City metróhálózatába hálózatába is, hogy megtudjuk, hogyan ért véget az ottani bűnözési és vandalizmus hullám. Mindennek értelme és lényege az, hogy megválaszoljunk két egyszerű kérdést, amelyek igen fontosak mindannyiunknak tanárok, szülők, marketingesek, üzletemberek és politikusok számára egyaránt. Először is miért van az, hogy egyes magatartásformák és termékek járványszerűen elterjednek, mások pedig nem? Másodszor pedig mit tehetünk azért, hogy szándékosan útjukra indítsunk jó indulatú járványokat, s hogy befolyásunk alatt is tarthassuk őket? Hallgass tovább a könyvet a Voice hangos könyv alkalmazásban! A hangos könyveket megvásárolhatod önállóan is, vagy lehetőséged van előfizetni korlátlan hallgatásra. További részletekért kattints a videó alatti hivatkozásra. Voice